Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Nem, a mai videóban nem a brit hadseregről lesz szó, a ruha az egy kicsit megtévesztés, egy picike kis hangulatfokozás csupán. A mai videóban amerikaiakról lesz szó. Ráadásul egy olyan témáról, amiről nem nagyon beszélnek, amerikai vereségekről. Kezdjünk is hát bele, a mai videóban a top 5 amerikai háborús vereségről lesz szó. 5. hely, Formosa expedíció. Az Egyesült Államok haditengerészetének egyik legnagyobb kudarcának tartott 1867. júniusi Formosa expedíció az amerikai erők visszavonulásával zárult, holott az Egyesült Államok célkitűzése a Pajvan őslakosok legyőzése volt itt, Taiwan szigetén. Annyit kell tudni, hogy az amerikai rover kereskedelmi hajó hajótörést szenvedett Taiwan szigetén, a Taiwan őslakosok pedig megölték a hajó matrózait, mivel gyarmatosítási szándékot véltek felfedezni a nyugati urakban. A Qing dinasztia, akikhez Taiwan ekkor tartozott, biztosította az USA-t arról, hogy a támadást Taiwanok hajtották végre, akik fölött a kínaiaknak nincs hatalma. Az Egyesült Államok haditengerészete és a tengerészgyalogság bosszúból támadást indított a Taiwan őslakosok ellen, az utóbbiak pedig gerilla harcmodorukkal, kiszámíthatatlan rajtaütéseikkel összezavarták a jenkiket. Az amerikaiak ahelyett, hogy a benszülöttekre döntő vereséget mértek volna, visszavonultak a hajójukhoz, miután a parancsnokukat az ellenség megölte. A nagy hőség és a számukra idegen páratartalom bőven hozzájárult ahhoz, hogy az amerikaiak fogták magukat, elhajóztak Taiwan szigetéről, az akció tehát megbukott. A formosai őslakosok pedig tovább folytatták a kereskedelmi hajók elleni támadásokat. Tehát eredményt Amerika itt nem ért el. 4. helyen a szomáliai polgárháború, az 1992-95-ös szakasza. 1991 óta zajlik a polgárháború mind a mai napig Afrika szarván. A belháborút a Siad Barre féle diktatúra bukása, valamint egy Etiópiával zajló háború előzte meg. Az ország 91-ben és azóta is folyamatosan darabokra szakad, klánok, törzsek igyekeztek megkaparintani a hatalmat. Az ENSZ megpróbálta megakadályozni a humanitárius katasztrófát, több nemzetiségű békefenntartókat küldtek ide. 1993-ban az egyik hadúr megtámadta az ENSZ csapatokat, 80 békefenntartót ölt meg, amire válaszol az USA határozott válaszcsapásra készült, amit az ENSZ-en kívül saját missziójában kerített sorra. Ez a saját misszió volt a US Force-om. Miért csinált saját missziót Amerika? Nos, ennek az oka az ENSZ látványos tehetetlensége, a küldetéshez való hozzá nem értése volt. Csak hogy ez az akció balul sült el. Alábecsülték az amerikaiak a szomáli milicistákat, egy jól szervezett, rádiókar felszerelt, harci tapasztalatokkal rendelkező, alkaidás kiképzőkkel, továbbá RPG-kkel is felszerelt magánhadsereg várta a Ranger, Delta Force és a SEAL Team 6-es amerikaiakat. A katonák jóval nagyobb ellenállásba ütköztek, mint gondolták, és az egyik Black Hawk helikopter találatot kapott, majd lezuhant. A mentőakció összeomlott, a lezuhant géphez nagyon kevés katona jutott el, a járműkonvoj eltévedt, majd egy újabb Black Hawk is találatot kapott, a legénységét és annak megsegítésére siető két mesterlövészt az ellenség lerohanta, és csak az egyikük maradt életben fogságba kerülve. Az amerikai mentőkonvojt kivonták, pakisztáni és maláj enszesek segítségével kellett az amerikaiaknak kérnie, időközben pedig besötétedett, a szomáliaiak pedig aktívabbá, veszettebbé váltak a rengeteg drogtól, ami ekkorra felpörgette őket. Így hát egész este harc folyt, a mentés megakadt, az amerikai utánpótlás csak az első helikopterhez jutott, a többieknek nem. Idővel több helikopter érkezett, az éjfélkor megindított mentőakció 17:30-ra tudta a városból elindítani a kimenekítést, de nem volt elég jármű. Így a harcképes rangerök gyalogkeltek át a kígyófészeknek minősülő Mogadisun. 18 amerikai és egy maláj katona esett el, 84 amerikai és 7 maláj sebesült meg az akció során, az ellenség soraiból 400 esett el. Vereségnek azonban hivatalosan nem tekintik, mert a két szomáliai célszemét, ami az amerikaiak akciójának lényegében a célja volt, sikerült elfogni. Azonban jogosan érezhetjük úgy, hogy az akció korán sem volt
volt valódi győzelem. Clinton elnök hamarosan kivonta az amerikai missziót, majd 1995-ben az ENSZ és az összes társadalmi és segélyszervezet is. A polgárháború persze tovább folytatódott. Az amerikai kormány ezután szomáliai hadurak támogatásával próbálta a radikális iszlamisták térnyerét visszaszorítani. Hát igencsak ironikus. Harmadik helyen a vörös felhőféle és a Powder River-i indián háborúk 1866-68-ig, valamint 1876. Az 1860-as években Montanában aranyláz tört ki. Egyre forgalmasabb vidék lett, és egyre jobban kiszorultak a területről a Cheyenne, Lakota Sioux és az Arapaho indiánok. Újabb háború volt kirobbanóban. Az indiánok konvojokat támadtak meg, az amerikaiak erődöket húztak fel. Vörös felhő Lakota törzsfőnök hatalmas vereséget mért az amerikaiakra, egy trükkel csalogatott ki az erődből ellenségeit, a 100 halott csatájában 100 lovas katonát és gyalogos töltek meg az indiánok úgy, hogy ők alig egy tucatot vesztettek. A polgárháborúból kilábalt kormányzat kihátrált a háborúból, engedett az indiánoknak, és nekik adták a Powder River és a Black Hills völgyét. Rezervátumként, ahova azonban a legtöbb indián nem költözött be, vagy ha igen, szabadon mozgott ki és be, hiszen a rezervátum nem fedte le a teljes területet, ellenben a területen amerikai katonai jelenlét nem lehetett, és a letelepedéseket is jócskán korlátozták. Tehát az erődökből kivonultak a jenkik, azokat pedig felgyújthatták az indiánok. Békésen teltek az évek, mikor újabb aranyások merészkedtek be az indiánokhoz, a hír pedig szárnyra kelt. A kék egyenruhások újra megjelentek, egy bizonyos George Custer alezredes expedíciót indított a területre. Ha Grant elnök, aki nem kevés keserűséget okozott a délieknek a polgárháború alatt, ok nélkül támadja meg az indiánokat, az nagy negatív visszhangnak fog örvendeni. Így hát okot adott a háborúra. 1876. január 31-ével minden a területen élő indiánt a rezervátumon belülre utasított. Forgatókönyv pedig bejött. Az őslakosok többsége nem engedelmeskedett, ráadásul a legtöbbjéhez a határidőig el sem jutott a hír. Grant így hát felrúgta a korábban aláírt szerződést, alkut ajánlott a föld megvételére, a háborús hős vörös felhő nem fogott fegyvert, végig a párbeszéd híve maradt, megpróbált megegyezni a jenkikkel, ami nem sikerült. A törzsfőnök minden bizonnyal népe fennmaradásának érdekében döntött úgy, hogy a rohamosan, évről évre egyre fejlett Egyesült Államokkal a tárgyalás, és nem pedig a háború útját kell járni. Az amerikaiak mindeközben indián falvakat gyújtottak fel, nem egyszer rendezve megtorló akciókat. Más véleményen voltak olyan nagy harcosok, mint őrült ló, kisfarkas vagy éppen ülőbika. Ők harcoltak a kék egyenruhások ellen. 1500-2000 hadrafogható indián állt szemben az államokkal, mintegy 7-800 puskával. 1876 márciusában 100-200 indián vereséget mért Joseph J. Reynolds vezérőrnagy közel 400 katonájára a Powder River-i csatában. Ezt a háborút tehát az amerikaiak elvesztették. Még ugyanezen évben Crook előrenyomulása is megtorpant, Custer a Little Bighorn csatában súlyos vereséget szenvedett, amibe el is esett. A háborúskodás ezen szakaszát, ülőbika és őrült ló nagy Sioux háborúját már külön szedi a történelem, ennek a vége amerikai győzelemmel zárult. Indiáról Indiára jártak, s győzködték őket, hogy vonuljanak rezervátumokba, amibe egyébként meg annyi megtört őslakos is segédkezett. A terv működött, az utolsó nagy törzsfőnök, ülőbika azonban nem engedelmeskedett, és az ő ellenállása még évekig tartott. Második helyen az 1812-es háború, 1812-től 1815-ig. Hivatalosan döntetlen végkimenetelű, patriótább amerikaiak szerint győzelemmel záruló amerikai-brit háború korán sem volt ám olyan egyszerűen romantikus, mint azt sokan gondolják. 1783-ban ugyebár véget ért az amerikai függetlenségi háború a gyarmatok függetlenségével, egységével és győzelmével. Megalázó angol vereséggel. Az 1812-es háborúnak egy hatalmas nagy oka volt. Bonaparte Napóleon. A franciák elleni brit kontinentális blokád az amerikaiaknak hatalmas anyagi veszteséget jelentett. A britek a semlegesnek minősülő Egyesült Államok hajói razziáztak, támogatták az indiánokat,
Az amcsiknak meg persze nagy vágyálmuk volt megszerezni a nyersanyagokban gazdag Kanadát is a koronától, kiűzni a kontinensről véglegesen a vörös kabátosokat. És így, hogy most Napóleon egy kicsit megkavarta a történelem fogaskerekeit, erre akár még reális esély is volt. Az amerikai elnök James Madison a kongresszus elé vitte a háború ügyét, és 1812. júniusában megszavazták a hadüzenetet. Eleinte a napóleoni háborúkban lefoglalt britek nem voltak túl sikeresek, könnyedén nyomultak be az amerikaiak Kanadába, majd azonban megtorpantak. És jött a brit ellentámadás, első fontosabb eseményeként pedig harc nélkül elfoglalták Detroitot. Álló háború alakult ki, majd 1814-ben Napóleon legyőzése után a britek odacsaptak. Elfoglalták Washingtont, felgyújtották a legjelentősebb épületeit, például a Fehérházat, Madison elnök pedig ebédjét otthagyva szégyen teljesen futott a városból. Miután az angol urak úgy érezték, hogy jól végezték a dolgukat, fogták magukat és kivonultak a városból. 1815. januárjában New Orleansnél a Yankeek megverik a briteket, amivel azonban az a nagy probléma, hogy ekkor már a fegyverszünet megköttetett, csak a brit katonák még erről nem tudtak. Itt tehát a csatának tétje nem volt, a vörös kabátosok így is, úgy is kivonultak volna a városból napokon belül. A háború romantikájában született meg az ország jelenlegi himnusza, a New Orleansi csata az egyik legromantikusabb eposzaként szerepel az ország történelmében, és mégis az egész háború egy kudarc volt. Egyértelmű vereség, amit maximum a status quo ténye tud javítani. Mindezek mellett pedig hosszú időbe telt az amerikai gazdaságnak felállni a háború után. Első helyen a vietnami háború, az amerikai katonai jelenlét hivatalosan 1965-től 1973-ig volt jelen. Maga a háborúról még lesz szó a csatornámon. Most inkább csak arról beszélnék, hogy ez a háború miért is volt vereség az amerikaiak számára, és miben minősülhet vereségnek Vietnam számára. 1973-ban az amerikaiak feladva a háborút kivonulnak Vietnamból és a teljes indokínai térségből. 1975-re Dél-Vietnam megszűnik, miután Észak-Vietnám lerohanja déli szomszédját, ezzel mind katonai, mind politikai győzelmet aratva, céljaikat elérve, az egységes Vietnamot amerikaiak nélkül. A kommunista államok a térségben így hát erőteljesen teret nyertek, a kommunizmusnak azonban ez nem mondható győzelmének, mivel hogy ezek az országok korán sem voltak egységesek. Vietnamnak először a vöröskmerek uraltak Kambodzsával, majd maga Kínával is volt háborús konfliktusa. Az Egyesült Államokban odahaza a politikai helyzet katasztrofikus volt. Óriási, hatalmas háború ellenes tüntetések, fesztiválok, a hippi mozgalom, faji konfliktusok, tömegbelövető rendőrök, hitelességüket vesztett politikusok, politikai gyilkosságok, az egyszerű emberek körében erősödő pacifizmus tombolt. Az amerikai katonai veszteségek az ügyhöz képest óriási nagyok voltak, nagyjából 60 ezer katona esett el, és több, mint 150 ezer sebesült meg, rengeteg egész életére megnyomorodott. Az amerikaiak az erkölcsi háborút is elvesztették. A civil lakossággal szembeni bánásmódjuk a gerilla háború, a folyamatos kiszámíthatatlanság és a harci morál szinte teljes megszűnése véget olyan véres eseményeket rótt fel az amerikai hadigépezet számlájára, mint a My Lai mészárlás, ahol több, mint 500 civilt mészároltak le, és ez korán sem volt egyedi eset. Az Agent Orange, mely hivatalosan a fák lombjainak megtisztítására szolgált, korán sem vegyi fegyverként, dehogy, közel 5 millió vietnamit tett ki a mérgezésnek, amely 400 ezer ember halálát, és a későbbiekben 500 000 torszülött gyermek születését okozta. Maga a hadseregen belül is a rengeteg besorozott, harcolni nem kívánó katona nagy problémát okozott. Persze azt is tegyük hozzá, hogyha ők nincsenek, akkor a háború végére hát nem igen marad amerikai katona Vietnamban. A 70-es évek első éveire a fragging jelenség igencsak gyakorivá vált, ami lényegében a katonák tisztjeik elleni gránáttal történő gyilkosságait takarta, hivatalosan 1000 amerikai tisztet öltek meg így. Igen, az USA elvesztette a háborút. Az Egyesült Államok a háborúval egyáltalán nem érte el politikai és katonai célkitűzéseit. Dollármilliárdokat költöttek a háborúra,
10 000 repülőgépjük pusztult el. De az is tény, hogy az amerikai csapatok sokkal több áldozatot okoztak, mint amennyit elszenvedtek. A Tét-offenzívában Észak-Vietnám rengeteg áldozatot vállalt, és rengeteg erőforrás pazarolt el, ugyanakkor csekély eredménnyel zárult az offenzíva. Ugyanakkor az Egyesült Államok nem sok csatát veszített el az egész konfliktus alatt, de rengeteg életet, felszerelést és erőforrást pazarolt el, amelyekkel haszontalan dombokat tartottak lényegében a dzsungelben, de ezeket a dombokat többnyire megtartották. Az már egy másik kérdés, hogy amint a dombokról a dzsungelekbe vonultak járőrözni, vagy valamilyen akciót végrehajtani, a katonák csak egy része tért vissza. A gerilla harcmodorral egyszerűen nem tudtak mit kezdeni az amerikaiak, a nyílt harccal pedig nem tudtak mit kezdeni a vietnamiak. 1972-re az Egyesült Államok gazdaságát megsemmisítette a háború. Az Egyesült Államokban infláció volt, nem tudta fizetni az olajimport növekvő igényét, az aranyára emelkedni kezdett. Nyugodtan ki lehet azt mondani, hogy a vietnami háború csak nem tönkretette az Egyesült Államok gazdaságát. Tehát határozottan ki lehet azt mondani, hogy nem, Vietnam nem volt győzelem az amerikaiaknak. Pluszként pedig megemlítenék olyan konfliktusokat, mint Irak, Afganisztán, Líbia és Szíria. Arról beszélni, hogy mondjuk Amerika elvesztette Irakot, vagy éppen Afganisztánt és ezen háborúkat, nem lehet. Tény, hogy az afganisztáni kivonulás megkezdődött, és felállítodott egy erősnek tűnő afgán kormány, de a forgatókönyv az itt is hasonló lehet, mint annak idején a szovjet kivonulás után 1989-től, amikor is az ország polgárháborúba esett abban a pillanatban, hogy a külső ellenség ténye megszűnt létezni. Az iraki konfliktusnak nevezzük ugyebár a második öbölháborút, amely 2003 és 2011 között zajlott. Ez két szakaszból állt. Az első egy rövid, gyorsan megvívott háború volt 2003 március-áprilisában, amelynek során az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából érkező csapatok együttes ereje megtámadta Irakot, és gyorsan legyőzte az iraki katonai és félkatonai erőket. Ezt egy sokkal hosszabb második szakasz követte, amelyben az Egyesült Államok vezette Irak megszállása ellen felkelés robbant ki. Miután az erőszak 2007-ben kezdett csökkenni, az Egyesült Államok fokozatosan csökkentette a katonai jelenlétét Irakban, hivatalosan 2011. decemberében befejezték a kivonulást, de amerikai és nemzetközi katonák továbbra is állomásoztak Irakban, igazából mindig volt valami indok, ami véget visszajöttek, 2017-től kezdve pedig az ISIS jelenléte miatt ismét több NATO katona vonult be. Térjünk csak vissza a második öbölháborúra. A Bush kormány a háború indoklását elsősorban arra az állítása alapozta, hogy Saddam Hussein Irakja, amelyet az Egyesült Államok a Perzsa-öböl háborúja óta, ugyebár az első öböl háború óta démoni államnak tekintett, tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, és hogy az iraki kormány azonnali fenyegetést jelent az Egyesült Államokra és a koalíció szövetségeseire is. Az amerikai tisztviselők Saddamot azzal vádolták, hogy az Al-Qaidát rejtette és támogatta, míg mások az elnyomó diktatúra megszüntetésének és az iraki nép demokrácia irányába érzett vágyát említették. Az invázió után nem találtak érdemi bizonyítékot a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos kezdeti állítások igazolására, míg az Al-Qaidával együttműködő iraki tisztviselőkről szóló állítások is mind hamisnak bizonyultak. Egyébként Saddam Hussein maga végeztette ki körének azon tagjait, akik hasonló szélsőséges szervezettel szimpatizáltak. Akik pedig a békét akarták elérni, nos, az sem sikerült. Az Egyesült Államok nem tudott békét teremteni a térségben. Ez a konfliktus az iraki polgárháború és az ISIS felemelkedésének is az alapjává vált. Beszéljünk még egy-két konfliktusról. Barack Obama két háborúja, a líbiai Kadhafi megdöntése és a szíriai polgárháború háttérbeli kirobbantása, ugyanis ők fegyverezték fel a szabad szír hadsereg lázadóit, újabb katasztrófát okozott nem csak a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, hanem Európában is, mert ezen elfuserált, át nem gondolt akciók és háborús beavatkozások során háborús menekültek, migránsok milliói indultak útnak Európába, és ez a jelenség mind a mai napig tart. Eredményt pedig Obama nem igen ért el. Líbiában noha Kadhafit sikerült megbuktatnia,
de több kormány is létrejött párhuzamosan. Mai napig nincs hivatalosan Líbiának elfogadott kormánya, a polgárháború pedig továbbra is zajlik. Szíria pedig amerikai szemmel nézve totális kudarc volt. Az Obama által támogatott felkelők Trump hatalomra kerülésével támogatás nélkül maradtak. És az Obama által támogatott, az arab világ demokratáinak beállított felkelők az Al-Qaida utódszervezetek mellett harcolnak tovább a szír kormány ellen, ma a kurd ellenes törökök védnöksége alatt vannak ezen szervezetek, a totális vereség szélén egyébként. Mindeközben pedig Bashar al-Assad baászista oroszbarát kormánya Szíriában nagyobb erőt tud magáénak, mint valaha. Tehát az Obama kormány célja nemhogy sikertelen volt, de még fordítva is sült el. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, fog még érkezni amerikai vereségekről videó, ez már nem mint háborús konfliktus, hanem mint csata szintjén, tehát ide fog például érkezni meg annyi amerikai polgárháborús esemény, vagy példának okáért a Kasserin-hágói csata, ami ugye a II. Világháborúban történt, és egy nagyon-nagyon súlyos vereséggel zárult az amerikaiak számára, ugye ott a németek Észak-Afrikában óriási nagy vereséget mértek rájuk, de hát nyilván ugye a II. Világháborút megnyerték, szóval az a videó inkább már csata szintjén fog mozogni. Köszönöm szépen még egyszer a megtekintést, ha szeretnél még hasonlóakat látni, lájkolj, iratkozz fel, továbbá köszönöm támogatóimnak a támogatást, ha te is szeretnéd a csatornát támogatni, akkor megtalálod a videó leírásában az ehhez kapcsolódó linkeket. Szervusztok!